A Dombóvári Kertváros alapításának immáron 60 éve. Ennek a kerekévfordulónak az alkalmából avattak emléktáblát augusztus 20-án a kertvárosi Tulipán és Szegfű utca sarkain lévő játszótéren. Az ünnepségen a 60 éve kertvárosba költöző lakosok szép számban megjelentek. Nincs akkora hangsúlya augusztus 20-ának szempontjából ennek a kis avatásnak, de mégiscsak úgy éreztük, hogy a kenyérnap ünnepe, a betakarítás öröme, az itteni kis gazdaságok, parasztgazdaságok és az én emlékeim azok úgy együtt úgy szolgáltatták azt, hogy alkalmas időpont, igen, a kenyér ünnepe arra, hogy itt most emlékezzünk arról, hogy 60 évvel ezelőtt született ez a kis városrész. A II. Világháború megtizedelte Dombóvár lakosságát. Az ezt követő években ezt nagyon megérezte a település. Ennek következménye volt a lakásinség, mely jó pár évig jelentkezett a városban. Nagyon sokan vállalták azt, hogy itt ez a nagy, ragyogó mértékben, a korábbi évtizedekben azt szokták mondani, hogy amerikai mértékben fejlődő Dombóvár, amit a vasút idézett elő, egyértelmű volt. Tehát itt ők találnak majd munkát maguknak. Elsősorban a vasút fogadja be őket. A 60-as években több mint 4000 embert foglalkoztat a dombóvári vasúti csomópont. Dél-Dunántúl legnagyobb vasúti csomópontja. Tehát itt érdemes volt egy biztos fizetésért szakmát tanulni és elhelyezkedni, és a vasút be is fogadta őket. Ehhez a több mint 4000 emberhez hozzájött még a környező Eszterházi puszták lakossága is. Dombóvár környékét délről és északról mintegy 28 puszta vette körbe. És az a sok nistelen ember, aki egy-két évig örült a kapott földnek, de rögtön elvették a TSZ-esítés, a TSZ-C első típusú TSZ-ek megszervezésével, mint ahogy 59-ben pedig teljessé vált ez a kényszer az embereken. És jönnek munkát keresni, megélhetést keresni, de hát a fizetések elég alacsonyak, az asszonyoknak is el kell menni dolgozniuk. Hát hol lehet munkát találni? Egy faluhelyen nagyon nehéz, ugye, ilyenkor, ha nem akar a TSZ-be, jönnek Dombóvárra. Dombóvár város vezetése ekkor döntött úgy, hogy otthont ad az érkezőknek, és letelepíti az ideérkezőket. Tehát azért megvolt ez a nagyon jó elképzelés a dombóvári városi, nem város akkor még természetesen, valamikor a középkorban mi mezőváros voltunk, 1872-ig egészen, és azóta mindig ezt a városfogalmat szeretjük használni. Hiába nagyközség vagy község. Jó, tehát, hogy itt lehet boldogulni. Adjunk otthont az érkezőknek. És helyet kerestek, ahol megkínálták őket telekkel. Nem ingyen adták természetesen ezeket, de erről ugyan nem is szóltam itt az előadásomban, de egy alapközművesítés benne volt önköltségi ára annak a telekárban. Tehát mi 16 ezer forintért kaptuk annak idején a telkünket, ez 72 körül volt már, tehát nem is az eredeti áron, mert az még ennél is kevesebb volt. Tehát, és akkor jött hozzá a 60-as évektől elérhető UTP kölcsön, ami előtte nem volt Magyarországon. Ezeket a 60-as években lehetett elérni csak. A kertvárosi lakók, nagyon összetartó közösség, az emléktábla avatására is közösen, szép számban érkeztek. Ez például, hogy otthont a beérkezőknek, az ideérkezőknek, és akkor kijelölték ezt a ragyogó területet, itt szinte mindig tiszta a levegő, itt mindig nyugalom, csend van, nincs iparkodás, ugye az ipar szempontjából nincs ipar, és a sík terület, a magaslat, minden adott volt hozzá. És 1963-ban megépültek az első házak, ahogy most itt az előbb is idejött valaki mellém, hogy ő is az őslakók közé tartozik, mi honfoglalóknak is szoktuk nevezni. Én csak 10 évvel később, 73-ban fogok ide költözni, de valahogy én is annak tartom magam az elsőknek, és valami olyan, mint a falura jellemző közösség alakult ki itt ebben a városrészben. Tehát ez az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy a szomszéd háza is mi hamarabb tetőt kapjon. Hogy legyen járdánk, hogy mit elkövettünk annak érdekében, hogy legyen utunk, hogy legyen telefon is.
Tehát egy csodálatos kollektív alkotás valamilyen módon, mert a házakat mi építettük a két kezünk, meg a járda is úgy épült, meg az árok is a kezünk által épült. Tehát, és ez a gyönyörű, hogy ezt mindenki mondhatja, hogy ezt mi építettük, ezt a kertvárost.